Közel 1,8 milliárd forint értékben történtek fejlesztések a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben az elmúlt 3-4 évben, mondta el Dömötör Csaba kancellár. Hozzátette, ez idő alatt mindig törekedtek arra, hogy minden iskolára elegendő mértékű összeget fordítsanak. Ezek döntő többségében szakmai eszközök, informatikai eszközök, IT eszközök, illetve épületfelújítások. Külön kiemelném azt, hogy az épületfelújítások között teljesen új épületbe, egy megújult épületbe tudtuk költöztetni Bonyhádon a Percamor iskolát. A kancellár elmondása szerint mind a 8 oktatási intézmény épülete valamilyen szinten megújult. Többek között Szekszárdon, a Bezerédi István technikumban jelenleg is folynak a nyílászáró cserék. Máshol homlokzat vagy éppen vizes blokk felújítás történt. A vezetőség arra törekszik, hogy a tanulók és a dolgozók komfort érzete egyre magasabb legyen. Továbbá a műszaki területen is jelentős fejlesztések zajlottak. Az Adi iskolánkban kialakítottunk egy olyan speciális gép- és járműgyártáshoz tartozó tanműhelyrészt, ahol már preparált autókon szintén nagyon korszerű eszközökkel tudnak tovább dolgozni. Ezen kívül a mesterséges intelligencia is megjelent a centrum intézményeiben, ugyanis minden iskolában kialakítottak egy-egy okos termet, ahol az eszközök egymással is kommunikálnak, és a tanulók korszerű digitális technológiákkal tudnak dolgozni. Dömötör Csaba elmondta, mindezt már a mindennapos oktatásba is bevonják.